Kettős tornagyőzelemmel zárta a múlt hetet Bondár Anna, a HSE teniszezője Németországban egyéniben és párosban is megnyerte a tornát. A jobbkezes játékos ezzel a sikerrel már a világ legjobb 150 női teniszezője között van. Ezek a sikerek tovább igazolják Anna kitartó és alázatos munkáját. Ha ebben a formában játszik továbbra is, akkor hamarosan a legjobb 100 között találhatja magát a világranglistán. Hát beszélgetésünk apropója igen kellemes. Bondár Anna van itt a vonal túloldalán. Most jelen pillanatban Franciaországban vagy, ott indultál egy 80-as egyéni, illetve páros versenyben, és a csütörtök is igen kemény volt neked, hiszen a döntőszettes egyéni győzelem után párosban is pályára léptél, ott ugyan hosszú idő után vereséget szenvedtél. Milyen volt ez a mai nap? Milyen volt ez a csütörtök? Hát fárasztó mindenképp. Az egyéni meccsem az körülbelül 2,5 óra volt. A második szettet sajnos elveszítettem, aztán a döntőszettbe vezettem már 5-2-re, ott még vissza tudott kapaszkodni a lány, de végül örülök, hogy én tudtam nyerni 7-5-re. Aztán a páros, hát az első szett az nagyon szoros volt, szerintem minimum 7-0-et játszottunk, és sajnos kevesebb arányban nyertük mi azokat, úgyhogy sajnos elment az első szett, és egy picit rányomta a bélyegét már a második szettre, és még küzdöttünk, próbálkoztunk, de most az ellenfél jobbnak bizonyult nálunk. Most ma a csütörtökön a döntőszedben 5-2-nél ugyan visszajött az ellenfél, de 5-5 után a szoboszlói szív ismét vitt előre téged, csak úgy, mint egész múlt héten, amikor is Németországban egy egyéni versenyen, szintén egy 80-as tornán, szetveszteség nélkül megnyerted a tornát, míg párosban szintén nem találtatok legyőzőre a belga lánnyal az oldaladon, és itt apró szépséghiba, hogy egyetlen egy szettet elbuktatok. Igaz, a döntőben éppen az elsőt, és hát 0-1-ről fordítottatok 2-1-re. Milyen volt ez a múlt hét? Hogyan élted meg ezt a vasárnapot? Hát nagyon kellemes élményeket távoztam onnan. Ez volt egyéniben is és párosban is karrierem eddigi legnagyobb tornagyőzelmei. Az egyéni döntőben a francia lányt már ismertem, játszottam vele idén korábban egy pár hónappal ezelőtt, akkor szoros háromszedbe kikaptam tőle, úgyhogy örültem, hogy most vissza tudtam vágni neki. Szerintem egy nagyon színvonalas döntőt játszottunk, és nem sokkal utána volt igen a páros döntő, ahol az első szetet szorosan elveszítettük, de utána össze tudtuk szedni magunkat, és nagyon örültem, hogy ez a duplázás is sikerült ez a vasárnapi napon. Azért sem volt egyszerű ez a vasárnap, mert esőszünet volt, ugye szüneteltetni kellett a döntőt is, aztán pedig várni kellett az egyéni döntőt is szüneteltetni kellett, aztán pedig a páros döntőre is várni kellett az eső miatt. Azért 300 percen keresztül egyetlen egy dologra koncentrálni, arra a kicsi labdára, hogy azt mindig jó helyre üsd, illetve úgy fogadd azokat a labdákat, hogy abból te gyere ki győztesen. Hogyan lehet ezt bírni? Igen, hát az esőszünet sajnos nem nekem jött jól az egyéni mérkőzésen, mert vezetőállásban voltam, 104-1-es előnyben, igaz a szerva gémemben semmi 30 volt, de utána visszamentünk a pályára, és kicsit nehezebben jöttem bele a játékba. És igen, kicsit stresszes is volt az esőszünet. Ugye gondolkoztam, hogy most mit fog változtatni a lány, hogy valami más fogja kitalálni. Aztán igazából 4-3-nál szerintem a torna legfontosabb gémét nyertem meg, bréklabdát hárítva, úgyhogy ez nagyon kritikus volt, és a végén sikerült kiszerválnom a meccset, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Egy picit szaggat az internet, ezért lehet olykor egy kicsit lassabb a képünk, viszont a te tempód az továbbra sem lassul, hiszen ahogy már a beszélgetésünk elején is említettem, Franciaországban játszol éppen, és hát egyéniben továbbra is szépen menetelsz, és ugye hasonló kaliberű, sőt ugyanaz a kategória ez a francia verseny, mint volt múlt héten a német. Itt most már, hát hogy is mondjam, a döntőbe várnak ott mondjuk a többiek téged, vagy mondjuk a közvélemény? Illetve magaddal szemben milyen elvárásaid vannak?
Nem raktam magamra nagyobb nyomást, nincsenek most hatalmas elvárásaim. Persze szeretném tartani ezt a jó formát, és remélem, hogy minél tovább tudok menetelni, és kitart ez a jó formám még sokáig, úgyhogy. Engedj meg még egy utolsó kérdést, aztán ígérem, csütörtök este 21 óra 36 perc van, ma is sokat voltál a pályán, és engedünk pihenni. Néhány héttel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy igen, top 150, aztán pedig majd idővel top 100. Én úgy gondolom, hogy ez a top 150, ez jóval azelőtt eljött, hiszen jelenleg a 146. helyen vagy, mint ahogy azt mondjuk sokan gondolták, illetve te is gondoltad. Mi lehet a következő lépcső? Nagyot kell álmodni, és mondjuk már az elképzelhető, hogy ebben az évben bekerülsz a top 100-ba, vagy azért még ennyire nem vagy merész? Igen, hát a múlt heti német 80-as torna előtt a 179. voltam, és igazából egy tornával sikerült meglépni ezt a 150-es szintet. Persze nem szeretnék itt megállni. Innen ugyan nehezebb lesz már előrelépkedni, nagyobb pontokat kell, nagyobb tornákon kell jó eredményt elérni, hogy nagyobb ugrást lehessen a top 100 felé, de azon vagyok, igen, hogy minél előbb sikerüljön. Most ez idén vagy jövőre lesz, azt nem tudom előre, de reméljük, hogy minél hamarabb. Hát reméljük, hogy minél hamarabb. Most ismét egy kicsit szaggat a képünk. Úgyhogy engedünk is pihenni, és hát örülünk, hogy ismét a rendelkezésünkre álltál. Sok sikert kívánunk, és hajrá Szoboszló, hajrá Anna! Köszönöm szépen!